December 21-e van, megérkeztünk Tenerife-re. Mondhatnánk, hogy az idő nem túl kellemes, de kérdezem én, hogy mihez képest. 22 fok van otthon, azt hiszem -2. Kicsit fúj a szél. Tökéletes idő az akklimatizálódáshoz. Körbenézünk a szállodában, meg a szállodán kívül egy kicsit. Sétálgatunk itt az óceánparton. Ilyesmiket csinálunk mi ma. Nem sütünk beiglit viszont, eszünkbe se jut. Full of cash and a pocket full of dreams. Gonna leave the town, know what I mean. I got my ghosts around me. We're taking off by this city, led by the sound of R.O.P. I met this guy in a disco. He said his name was Carlito. He got me drinking mojito, dancing limo all night long. And that's the place I wanna go. With one more thing you gotta know. Amikor arra gondolunk, hogy kiköltöznénk egyszer Spanyolországba, azon belül Tenerife-re, akkor valami ilyen helyre gondolnánk, hogy mondjuk itt valahol lenne egy ilyen kis teraszos lakásunk, és ha megfordulunk, akkor mögöttünk meg az óceán lenne. Tökéletes. Csúcs lenne. Csúcs, szuper lenne. Nagyon szeretnénk. Jobban látszik, ott a tejde. Hol a tejde, Zoltika? Erre. Arra, ott fönt. Ahova nem tudunk fölmenni, mert... Megint nem. Most tök jó szélcsend van, egy szikla mögött állunk, de odafönt nagyon fúj a szél. Na, itt pedig a
vulkánnak a munkáját látjuk, ahogy kitört és mindent elpusztított ez a vulkanikus hamu. Iszonyatosan nagy területen minden csupa fekete kő, meg sziklák. Vannak emberek viszonyításképpen, hogy mekkora területről beszélünk. Hát ez ember, de újnak jó. Gofjút árusítanak, vagyis árusítanak, hát ingyen osztogatják. Az egyik az mandulás, a másik pedig mandulás és sajtos. Mihez hasonlít az íze, azt nem tudom megmondani. Így néz ki. Ez mandulásos. Zsolti kért mandulásost, meg mandulás sajtosat is. És holnap szépen megmutatják 10 óra 30-kor, hogy hogy készül. De mi nem leszünk itt, ha minden igaz, mert megyünk szigettúrára. Jó éjfágyat! Szavá! A milyen idő van Tenerifén című kérdésre szeretnék válaszolni. Van-e napsütés? Van-e majdnem nyár? Hát igen, megsülünk konkrétan, mindjárt megyünk be a medencébe. Kismagyom fekszik fenn a fán. Na figyeljetek, nósza ide, de no, ide nincs ide írva. Megmutatjuk, hogy hova van kiírva. Na, itt mit látsz? Pont semmit. A folyosó, amit abszolút nem értünk. Figyeljetek, itt volt ez az ágy. Ott van egy ágy. Onnan jöttünk. Erre tartunk. És ez mi? Zsoltikám, megmutatnád szívem, hogy ez mi? Szerintünk... Bogzsákok. Hát csak az lehet. Hát mi más? Három darab bogzsák. De miért? Nem értjük. Hola! Hola! Feliz Navidad! Yes, Merry Christmas! Say you too! Strawberry Bellini, I have also San Francisco without alcohol and cava. With alcohol, no? With? With. With. Bellini? Okay. Bellini, very nice. It's very good. Thank you so much! Enjoy! Thank you! With alcohol, cava or Bellini? Bellini. Cava or Bellini? Gracias! Enjoy. Feliz Navidad! Gracias! Nada. Wow, so nice! Pasa aquí si quiere o si quiere para allá. Ah, yo voy a decir. Lo que quiera. I don't know. Okay. Gracias, gracias. Hát itt is úgy néz ki a karácsonyi menü, hogy hallevessel kezdődik, de ez nem hal, ez egy rák. Az első probléma az lesz, hogy bontjuk ki.
Na, megbirkózzunk vele. Jó étvágyat! Ez pedig a második fogás, van benne rák, ő a rák, van kagyló, van a finomság, szerena, sonka, citrom, bundába forgatott spárga, és valami pisztáciás finomság, meg egy kis risotto. Jó étvágyat! És akkor jöhet a kegyelemdöfés a mai vacsorának, ez egy tiramisu szelet, ez pedig egy pohárkrém, szerintem csokis, kakaós, valami ilyesmi. Jó étvágyat! És jöhet a repata, egy kis rák, egy kis szerena, sonka, kecskesajt, sárgadínje. Megvárjuk, amíg a Zsoltika megeszi a szerena sonkát. Milyen? Muy bien. Muy bien. Na jó, szóval megvan a különbség Egyiptom és Tenerife között. Ez a karácsonyi vacsora, ez valami elképesztően finom volt. Tényleg kitett magáért ez a szálloda. Kagylók, rákok, halak, bárány, mindenféle húsok, mindenből volt bőven elég. Gracias! Buenas noches! Feliz Navidad! Szóval mindenből volt bőven elég, nagyon-nagyon finom volt, nagyon-nagyon köszönjük. Csak ajánlani tudjuk továbbra is Barcelló, Tenerife. Köszönjük szépen!